Azok a hegyek még ma is állnak. Azok a folyók még ma is futnak. Az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él. Fennállt.
Jézus Krisztus mondja, az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy az én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Isten szent beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz, élő, örök Istenünket az apostoli hitvallás szavaival valljuk meg hitünkben. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülő fiában, annak trónokban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátustól, megfeszítették, meghalt és feltámadt. Alászállt a bókokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jelent a kérni élőkkel és sorokat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek az egyetemes Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatban, a test feltámadásában. Azokra a hősökre fogunk emlékezni, kint az emlékműveknél,
akik meghaltak a hazánkért. Itt a felolvasott ige szakaszban azokról a hősökről van szó, akik meghaltak az Istenért. Az Istenbe vetett hitükért. Volt, aki győzött és életben maradt, aztán majd ágyban párnák között halt meg, de sokan voltak, akiket kivégeztek. Úgy gondolom, hogy követhetjük az ő hitüket. Úgy gondolom, hogy nekünk őre állni kell figyelni. Mert nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem az számít, hogy mi lesz az Istennel, mi lesz az Isten ügyével, mi lesz a közösséggel, hanem csak az számít, hogy mi lesz vele. Csak az számít, hogy az egyén hogyan érvényesül. Ha így gondolkoztak volna az őseink, akkor ha csak a téren eldobták volna a fegyvert és menekültek volna. És ott vettek volna mindezt. És akkor már nem is lenne Magyarország, ezen a földön már nem is lenne Istennek a népe. De ők nem így gondolkoztak, hanem kitartottak nehéz körülmények között is. Mert a hős az nem azért hős, mert sokkal erősebb a másiknál, sokkal okosabb a másiknál, hanem a hős megállja a helyét. Még akkor is, hogyha reménytelen a helyzete, még akkor is kitart, és nem adja föl a küzdelmet. Ezért nem csak háborúban lehetünk hősök, hanem a hétköznapokban is. És úgy gondolom, hogy ma is vannak hősök, akik megállják a helyüket a hivatásokban, akik nem menekülnek. Hát sokan vannak, akik elmennek-e hazából is, és azt mondják, hogy már nem lehet üdvözlő. És elmennek máshova, hogy boldoguljanak. Én úgy gondolom, hogy nem jól teszik. Mert lehet, hogy anyagilag jobban tudnak érvényesülni máshol, de az Isten ide teremtett minket, ebbe a hazába, és az őseink is itt éltek. Akkor is, ha jól ment a soruk, és akkor is, hogyha nehezen. Isten adja, hogy mi is kövessük a hősöket, a bibliai hősöket, és a történelmi hősöket is. És álljunk meg a saját helyünkön. Ma nem kell háborúzni, reméljük nem is lesz háború egy darabig, de a hétköznapokban meg kell állni. Mindenkinek a maga helyét. Valaki persze mondhatja, hogy itt ez a lelkész, mit beszél ez háborúról, harcról. Hát a Bibliában nincs szó olyasmiről, hogy békesség, szeretet. Hát a Biblia, az új szövetség, az nem a pacifizmusról szól. Mert híres emberek, mint Tolstoy vagy Gandhi, Mahatma Gandhi, ők is a hegyi beszédre hivatkoztak, az új szövetségre, és ők azt mondták, hogy nem kell harcolni, nem kell háborúzni. Jézusra hivatkoztak. Mert Jézus a hegyi beszédben, a Máté evangéliumában ezt mondja. Hallottátok, hogy megmondatok. Szemed szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcod üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt. Ha pedig valaki egy mérföldi útra kényszerít, menjél vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatok. Szeresd fel a barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiát köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok? Ti azért legyetek tökéletesek,
mint ahogy a ti mennyei atyák őseinek, hősökként akár meghaltak, akkor nem azért tették, mert gondoltak egyet, hanem így parancsoltak nekik. Így vezette az Isten vezetőjüket, hogy elhangzik, hogy nem ok nélkül viselő a parancsot. Isten adja, hogy mi is kövessük őseinket, akik hősökként haltak. Nem saját elhatározásuk volt, hanem mert ezt kívánta tőlük az Isten, és ezt kívánta tőlük a haza. Isten adja, hogy mi ne legyünk gyávák. Mert ilyenek is voltak, erről keveset szoktak beszélni, de bizony ilyen is volt. Aki feladta a harcot, ki eldobta a fejtel, és elment. Isten adja, hogy mi megálljunk a saját helyünkön. Ki a maga helyén. És tudjuk az Isten szolgálni. Pár évvel ezelőtt beszélgettem egy kommandóssal, és felolvastam neki ezt a római levélben szent igét. Mert Isten szolgálja az a teljadatra. Mert nem ok nélkül viselet van. Mondta meg, hogy ma már nem kardot viselünk, hanem ugye fegyver, akár géppegyver, de ugyanúgy a katona, a rendőr, a polgár határa is, az Istennek a szolgálja. És nem saját elhatározásból veszi a fegyvert, hanem az Isten képviselő. Mert a rosszat, azt meg kell mindetni. És nem lehet engedni, sajnos ugye ma azt látjuk, hogy az a rossz az elhatalmasodik, és a jó feleséget szenved, de ne nyugodjunk ebben. Imádkozzunk felsőségért, imádkozzunk azokért, akik felelősek életünk, hogy is nagyon nekik bölcsessége. És imádkozhatunk az ellenségért is. Mert egy katona is egyszerre ember, és egyszerre katona. Isten adja, hogy így tudjuk mindenkit szeretni, azokat is, akik ellenfelek voltak, vagy ellenségek voltak. Mert az igazi katona az nem gyűlöli az ellenséget, hanem szereti. És nagyon így mindannyiunknak helytállás nekünk helyünkön. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható Atyánk, Urunk, köszönjük, hogy voltak nekünk őseink, akik példát állítottak elénk. Adunk, hogy kövessük őket. Köszönjük a bibliai hithősöket is, akik a kellett éltek, szenvedtek, de a kellett meg is haltak hitükért. Ad Úr Jézus Krisztus, hogy nekünk is ilyen erős hitünk legyen, és tudjunk mindenkit szeretni. Így légy velünk. És segítsen minket a hétköznapokban is. Csak csak erőt merítsünk másoknak a példájából. És Úr Jézus Krisztus felé legfőbb példára jöttünk. Köszönjük, hogy nem csak példa vagy, hanem te meg is haltál mi életünk. Odaadtad a életet, hogy megváltsál minket. Add, hogy mindannyiunknak ilyen áldozatos élete legyen. A szülőknek, hogy ha kell, akkor tudjanak szenvedni a gyermekekért, és könyörgünk azért, hogy mindenki maga hivatásában helyt tudjon állni. Így könyörgünk a tanárokért, a pedagógusokért, könyörgünk önkormányzati vezetőkért, képviselőkért, könyörgünk lelkésztársainkért is. Adjunk, hogy mindenki a maga helyén be tudja tölteni a hivatását. És akkor így együtt is, közösségként is előre tudjuk lépni. Ebben sem is. Thank you.
Itt meg van hozzánk az, ahogy tudom, Afganisztánból azt a két fiatal katonát, aki most ott hősi halált hal. És most mi a miénk emlékezik. Tényleg azt gondolom, hogy van egy kis furcsaság is e két dologban. Mert mi az első és második világháborúban elhunyt hősi halottaink valóban tették kötelességüket, a parancsnak elegett éve végtét próbálták menteni hazájukat őrizni a későbbi nemzedék számára. Pénz nélkül. Igen. Az életüket végül is feladatva. Mostani katonák ugyan pénzért mentek. Pénzért voltak katonák. Pénzért haltak meg. Azért mégis úgy mondjuk, hogy hősi halottak. A kettő között érdemünk azt hiszem mindannyian, hogy mégis van különbség. Ezért érdemünk meg azok, akikről most megemlékezünk, a mi halottaink, hogy gondoljunk rájuk. Hogyan? Gondoljunk rájuk úgy, hogy megtanuljunk tőlük mi is a hazaszeretetet. Hogy kell hazát szeretni? Hogy kell a hozzátartozókat szeretni? Meddig mehetünk el az áldozatvállalásban? A miénkért, a hazánkért, a családért, a barátainkért, a rokonainkért, amit úgy mondunk, hogy magyar haza. Aztán tanulhatunk tőlük helyt állni. Nem menekülünk el a halál elől, hanem szembenéztek vele. És úgy tűnik, hogy nem félve rettegve, hanem bátran. Ami mégis bátorít és biztatott bennünket, meg öntudatot ad nekünk most, amikor rájuk gondolunk, egy kis apró történetet eszembe. A kórházban műtétre visznek egy beteget. Mielőtt a műtőbe beviszik, az orvos megállítja és elmondja a betegnek, hogy komoly a betegsége, és a műtétet ugye meg tudják csinálni. Sikerülni fog. Megmentik az életét, de ezután többé beszélni nem tud. A hangszálait nem tudják megmenteni. Ezért most utoljára mondja ki még azt, amit nagyon szeretne kimondani. A beteg lehajtott a fejét, gondolkodott, majd azt mondja utoljára, dicsértessék a Jézus Krisztus. Testvérek, ha rágondolunk most a mi hősi halottainkra, akik ott a harcmezőn, a csatamezőn, haldokolva, még az utolsó perceinket felhasználták, kire gondolhattak? A családunkra, a gyermekeinkre, a feleségünkre, a testvéreinkre, a szüleinkre, meg Jézusra. És én hiszem, hogy akinek az ajtát utoljára Jézus megavatja el, az megmentette életét. Hát ezért megérdemlünk, hogy megszólítjuk őket, megérdemlünk, hogy rájuk emlékezünk, de magunk lelkét megint meg tudjuk mutatni, hogy örök életünk, örök sorsunk felé nyugodtak vagyunk. A mi dolgunk pedig az, hogy megköszönjük nekik a hősiességüket. Mégben tanulító lélekkel gondoljunk rájuk. Akarjuk követni az ő példájukat a mindennapi munkában. Nem menekülünk el a nehéz munka előtt, hogy lelkiismeretesen végezünk, az utolsó képességünk erőltetése szerint is. Mert ezzel tartozunk a magyar népünknek, ezzel tartozunk hazánknak. Hogy megint legyen biztonságosabb élet a napja ennek az országnak, szükség van a mi lelkiismeretes munkánkra ebben a hazában. Hogy méltó utóra élhetünk azoknak, akik nem restelték életüket feláldozni valóban. És még valamit imádkozunk is, érettünk. A Makkabeusok könyve is azt mondja, hogy a megvoltakért imádkozni szent és üdvösségi dolog. Hát még egymásért is. Ezért most a megemlékezés keretében
életünk, hogy meghallgatást nyerjen hitünk legszebb imáját, a munkát. Mi az jár, aki a mindenkinek van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen a te országod, amint a mindben, úgy a földön is. Minden nap, hogy kenyerünk minket, az adjon meg nekünk ma. Így bocsássunk meg mindenki bennünket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nyerjünk minket kísértésre, de szabadítsunk a panasztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig elénekelni a 293. Hallgassuk meg Pintér István ünnepi beszédét. Tisztelt polgármester úr, tisztelendő urak, kedves városkútiak! Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy röviden egy pár percben emlékezzek meg az első és második világháború
ősi alát halt magyar katonáiról. Valóban, mint ahogy a lelkészrak is említették, először, hogy az első világháború ősi alát halt katonáiról emlékeztek meg a két világháború között, majd tulajdonképpen 1990 után, 2000 után ez tehát egy nagyobb körre kiterjedt. Gyakorlatilag a honfoglalástól kezdve napjainkig a háborúban ősi alát halt magyar katonákra emlékezünk. Itt gyakorlatilag visszatérhetünk egészen a honfoglalásig, az Anjoukorig, megemlíthetjük Hunyadi Jánosnak, Hunyadi Mátyásnak a katonáit. Beszélhetünk Zrínyi Miklósnak a őstetteiről, Tököliről, Rákóczi Ferencnek a katonáiról, illetve az 1848-49-es dicsőséges honvéd hadsereg harcairól, akik Görgei Artúr főparancsnok vezetésével az akkori Európa egyik legerősebb hadseregét, a császári hadsereget verték ki az ország területéről, és épp a tegnapi napon, május 21-én, a honvédség napján, vagy a honvédelem napján, hát volt szerencsém Budapesten is részt venni egy felemelő ünnepségen. A 48-49-es szabadságharc hős katonái után, ugye az első világháború, ami eredetileg, ami tulajdonképpen a hősök napi hát megemlékezést adta, magyar katonák 14-től 18-ig gyakorlatilag rengeteg hadszíntéren harcoltak. Harcoltak Kárpátokban, harcoltak Galíciában, harcoltak a Piavénél és Doberdónál, harcoltak Erdélybe, a legkülönbözőbb helyeken, repülőn, szárazföldön. Olyan teljesítmény nyújtottak, amire úgy gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék, a késői utódok is. Egy hatalmas ellenséges túlerővel szemben 4 évig álltak helyt, és nem ő rajtuk múlt, hogy az a háború, az úgynevezett nagy háború, mert természetesen akkor még nem lehetett tudni, hogy majd ugye az első világháború után lesz egy második világháború is, úgy ért véget, ahogy véget ért. De itt a győzelmeknek a sorozatát említhetjük meg, hogy 14. december végén Limanovánál feltartóztatták az orosz túlerőt, 15. márciusában 6 hónapig tartó ostrom során az a kimondhatatlan Prusemis erőd rendszerében védekeztek és álltak helyt, amelynek 60%-a magyar katona volt. Olaszország, amelyik ugye 15-ben, hát 6-ban lépett ellenünk, 15-től 18-ig gyakorlatilag az olasz hadsereg a frontot nem tudta áttörni, és ott elsősorban és döntő mértékben osztrák-magyar csapatok harcoltak és védekeztek. Vagy 1915-ben, amikor a szövetségeseink segítségével is, tehát végül is sikerült Szerbiát elfoglalni, vagy 1916-ban, amikor Románia támadott meg bennünket egy rendkívül nehéz helyzetben, és gyakorlatilag villámhadjáratnak megfelelően 1916. december 6-án már Bukarestben voltak az osztrák-magyar és szövetséges csapatok. Olyan körülmények között kellett nekik helyt állni és kitartani, ami páratlan volt. Az egész ellenséges világnak gyakorlatilag ugye Anglia, Franciaország, Oroszország, majd később ugye 17 az Egyesült Államok hatalmas emberanyaga, bekeritettségben voltunk, a flottának a túlsúlya, rengeteg dolgot lehetne felsorolni, amit ma igyekszek az előadásban részletesebben is megemlíteni. Tehát én azt mondom, hogy ilyen körülmények között nem az volt a csoda, hogy úgymond vereséget szenvedtünk, hanem az, hogy 4 évön keresztül egyáltalán kitartottunk, és olyan vereségeket mértünk az ellenfeleinkre, amilyeneket ugye a történelem számon tart. Ezek után a második világháborúról, ugye nagyon röviden, 41-ben a Kárpát csoport harcolt ugye a keleti fronton, 42-ben ezt a második magyar hadsereg váltotta fel, amelyiknek ma már nem az a megítélése, mint amelyik régen volt.
azok a katonák kitartottak és harcoltak, ameddig volt fegyverük és lőszerük is, ameddig megfelelőképpen vezették őket. De beszélhetnénk az erdélyi harcokról, beszélhetnénk a 44 őszi dordai harcokról és sok más harcról is. A katona az parancsot teljesített és védte a hazáját. És tulajdonképpen, ami viszonylag hozzánk a legközelebb állt, az 1956-os fordulómi szabadságharc során is hát, helytálltak katonáink, illetve fiatal harcosaink a korvény közben és a legkülönbözőbb helyeken, hogy tulajdonképpen megvédjék ugye, az ország becsületét, és ha tudva levő is volt, hogy ennek a harcnak előbb-utóbb új ismereség lesz a következménye, de nem adták föl, és az országnak, a nemzetnek a becsületéért harcoltak, és ezt az egész világgal, tudatták, és hát tulajdonképpen így könyveltek el bennünket, magyarokat, mint szabadság szerető népet, és mint ahogy a tisztelendő úr is mondta, Afganisztánban is, és hát a legkülönbözőbb helyeken is, a mai napig katonáink közül sajnos nagyon sokan haltak hősi halált. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor hősök napján mindenféleképpen megérdemlik, hogy egy pár perc erejéig megemlékezzünk róluk, és hajtsuk fejet az emlékük előtt. Köszönöm, hogy meghallgattad. Vasárnap a sáncon. Látott pajtás a göncör szekerét?
Rúdja mutatja a hazai tájat. Szép kedvesen most írja levelét, jó a csillagnak, az most oda láthat. A kisfiam most ébred fel talán, első álmából az anyja ölében, századszor is kérdi, hol van az apám. Jó asszonyod, majd mesél neki szépen. A szobánk olyan meleg és kedves, írta utolszor drága levelében. Olyan kedves már a csöpnyi gyerek, mikor föltérdel az anyja ölében. Fajtás, húzod csak erre közelebb? A golyó ott a földet mind kivágta. Jobb lesz nekem a te fekvőhelyed, kicsi fiad ne várjon hiába. Nekem nincs fiam, aki hazavárjon, a sápadt hold véresőt mutat. Két magyar vitéz beszélget a sáncon, minden jól léte dicséri az őt. Gyóni Géza, őrségem. Sötét felhők sűrűn esőznek, szürke csuhát ölt a lengyel határ, víztől a hídján, alkonyi csöndben, kongó léptekkel egy katona jár. A hídon túl halálülésben, eső szitál felhőgomolyból, víztől a hídján a katona egy mesebeli nőre gondol. A drága nő most merre van, és merre-merre minden szépség, víztől a hídján a katona számolja a szíve verését. Minden verése messze dobban, szemét a messziségbe válja, kongó lépések elviszik, alkonyúdóhoz egy tájra. Most pedig vonuljunk át a temetőbe, és ott majd meg fogjuk koszorúzni a emlékművet, de előtte még itt is koszorúzunk. Most akkor helyezzük el. Lassan kezdjük. Azért kérdezem, mert az egészből a tárgyalatunkban előjöttem a fogadatot, mondtam, hogy tessék gondolni, és amikor úgy tetszik gondolni, hogy itt van a közönség, akkor te említettem. Kezdjük, mert másfél órás lesz, úgyhogy kezdjük el, félni. Egy ilyen témáról rendjük. De igen, én azt mondtam, hogy egy órás legyen maga az előadás, és utána el sem kérdezni, jó? Mert ezt meg válaszol is lehet. Az is semmi probléma, csak így a gond, hogy is mondjam. Hogy a katonai közsérség az első világháború, a 14-18. Igen. Na most, ha valaki mondjuk úgymond akár egy óra hossza alatt is, a gyalogságról, tüzérségről, lovasságról, légierőről, a legfontosabb ütvérünkben egy órát elmondja, én a vigyázt bármikor lévek előtte. Tehát még a másfél óra is rendkívül, hogy mi a összeszorított, nem, hogy az egy óra hossza, megpróbálom, aztán nem tudom, hogy majd mi időben. Ezek így van pontosan, az időben mi sül ki nyilván. Hát akkor tisztelettel köszöntök mindenkit. A reklám helyen értünk annyit, illetve a reklám előtt annyit, hogy mondjak már el magamról, ahol nem tartottam még eladási pár mondatot, ezt szoktam mutatkozni, tehát minden is már történész vagyok. Három tudás területen van, a 49. szabadságharc egy része, illetve az első második világháború így bizonyos területei. Ezekből a témakörökben
jelentek meg publikációim, ezt a fiammal hoztuk, illetve nagyon létre szoktam, hogy így mondjam, cipelni, mert hát az apja úgy látszik, hogy inkább a fiatal előre hagyja ezt a cipelködést, mondjuk így. Egyébként a technikai segédem, vagy a technikus, hogy szoktak mondani, a fiam kifjú Pintré Vismár, aki valamiért nem tudom miért, de szintén történt szakon kökött ki, hát nem tudom miért. Na, ennyit akkor erről. Itt vannak azok a cikkök, tanulmányi nemzetem, amelyikben hát különböző cikkeim, tanulmányi jelentek meg. Természetesen nem fogom az egészet itt kint bontogatni, bárki nyugodtan belapozhat, talán csak egy párat, kettőt, hármat. Az egyik a Tiszántúli Történész Társaságnak a kiadványába, a másik Magyar Hadsereg Harcai 42-43-ba, hát ugye ezzel elég sokan foglalkoztak országos hírű szerzők is, hát ha egy 10 oldalas tanulmányt lehoztak, akkor talán lehet benne valami. A másik pedig ezek a bizonyos nemzetközi kiadványok, az egyik a Zürichi Magyar Történelmi Egyesületnek a kiadványában jelent meg a Mi volt Görgei téli hadjáratának igazi célja címmel, szintén egy 10 oldalas tanulmány. Aztán ez egy első világháborús, ez egy közép-európai közlemények, az első világháborúval kapcsolatban a Caporettói áttörés 1917-ben itt látható, illetve a harmadik nemzetközi kiadvány a Magyarság örök és elpusztíthatatlan, a 2006-os budapesti világtalálkozónak vannak itt különböző, hát országos hírű szerzőknek a előadásai is voltak, illetve aztán tanulmányai, hát szerénységemnek is megjelentettek egy tanulmányát, a katonai kitérség az első világháborúban, tehát tulajdonképpen ezt a mostani előadást, vagy ha úgy tetszik a gondolatmenetet, akkor ez alapján mondom, tehát egy kicsit csalátás már, mert elnézést, de a katonai kitérség az első világháborúban címmel. Ezek a nemzetközi tanulmányok, itt a Bátyországtól kezdve, amely Szabadkán jelenik, meg nem akarom tagozni, illetve amire hát csak 20 évig vártam, a Görgei szerepe a téli hadjáratban és a Káponi csatában című könyv, vagy önálló kiadványát, kinek hogy tetszik. Ennyit erről. Még így mondat, és utána már dolgozni is kéne. Azt mondja, hogy itt vannak ezek az elsárgult papírok, különösen az egyik, a másik az egyik mondjuk kevésbé. Hát ide vannak fölírva azoknak a településeknek a nevei, ahol itáig volt szerencsém megfordulni. Valamilyen szempontból ez most jubiláns, ugyanis ez a 80. Tehát amikor a lelkész úrral beszéltem, legutoljára, akkor éppen akkor volt a Dorvacsin, ugye? Dorvacsin úgy van. Ez a 80. település, ahol idáig volt szerencsém megfordulni, és hát nyilván ezért egy kicsit erősen salátásra kapta az elnézést. Ezért én reklámnak vagyok, itt szerint ezt mindő településen el szoktam mondani, hogy ha legközelebb adja az Isten bármilyen hát ilyen szakmai jellegű megemlékezésen találkozunk, akkor nekünk még egyszer elmondani akarom, hogy melyik háborúval, ez a háborúval, vagy a másikkal foglalkoztam, vagy foglalkozom, ahol egyszer megfordultam és elmondtam, hogy van a kedve ez a dolog így értelmű. Na, ennyit akkor a szakmai, hát talán múltamról, hogy amit idáig át talán elértem, mondjuk úgy, nagy képviség nélkül. És ugye a mai témánk a katonai kitérség az első világháborúban címszóval. Hát először is ugye azzal kezdeném, hogy gyakorlatilag ezt úgy külön választani, hogy úgymond csak, hát a magyar katonáknak a hőségség beszél az ember akár egy másik vagy két osztály, gyakorlatilag ugye lehetetlen, hiszen hogy 1867-18-ig az osztrák magyar monarchiát ugye keretében nyilván, hogy a Ludwig Károly által Csátai király közös hadseregben nyilván a hadműveletek során nem lehet azt úgy külön mondani, hogy most ebben a csatában itt csak magyar hadosztályok, vagy csak magyar ezrek voltak, a másik partnerem más, hát nyilván ez így nem lehet. Egyrészt, másrészt pedig, mivel egy szövetséges háború volt, tehát mi szövetségbe vívtuk meg az ellenfeleink szövetségbe vívták, nyilván a legtöbb harctéren osztrák, magyar, német, később bolgár, sőt török csapatok is közreműködtek, mint hogy a másik oldalon is ez ugyanígy előfordult, tehát ezért rendkívül nehéz ezt így úgymond teljes mértékben külön választani.
De attól függetlenül azért van egy-két olyan jelentősebb ütközet vagy csata, amelyik mondjuk nagyobb részt magyar egységeknek a nevére küzdik, ott alkalmatban ezt igyekszünk kidomborítani. Na most bevezetőként annyit, hogy mint hogy a térképen látják, hogy a első világháború kirobbanásának itt a okaira nem akarok részletesen kitérni, mert a részletesünk volna röggel is. Két hatalmi csoportosulás állt ugye egymással szemben. Az egyik volt ugye az Antant, a másik pedig először a Árma Szövetség, majd később ugye a Központhatalmak Szövetsége. Itt most csak a nagyhatalmakat mondom, hogy egy Orosz Birodalom, Anglia vagy Nagy-Britannia, illetve Franciaország, mert a 14-es fölállás szerint később természetesen nagyon sok ország kapcsolatban hozzájuk, illetve a Hármas Szövetség, Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia és Olaszország, amelyik szintén a Hármas Szövetség tagja volt, majd amikor hát 14-ben semlegességi nyilatkozatot tett Olaszország, hogy onnantól kezdve gyakorlatilag a központi hatalmak, hát központi hatalmakról beszélhetünk, amelyikhöz, hogy 14-ben még Törökország is csatlakozott, illetve később majd, hogy 15-ben pedig Bulgária. Tehát ez volt az a két hatalmi tömb, ami között korábban különböző nemzetközi válságok már kialakultak, nagyon sokat sikerült békés úton elintézni vagy megoldani, de gyakorlatilag úgy benne volt a levegő, hogy előbb-utóbb ugye robbanni fog, vagy ütközni fog. Hát ez a robbanás be is következett. Na most természetesen, hogy is mondjam, tehát ugye, amikor megtörtént 1914. ugye június 28-án ez a bizonyos szarajevói felhívet, amelynek során Ferenc Ferdinándot és feleségét Szarajevóban meggyilkolták. Kérem szépen, természetesen nem lehet azt mondani, hogy ez a hogy mondjam, egyetlen egy kiváltó ok. Én talán inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy ez a legutolsó pont volt az íre, ahogy szokták mondani. Természetesen korábban nagyhatalmi ellentétek, érdekkülönbségek, stb. Álltak fönn, de a legutolsó pont, hogy így mondjam, végül is ez volt, és utána indult el a lavina, illetve utána kezdődtek meg a legkülönbözőbb hadüzenetek egyik ország, ugye a másiknak. Na most itt korábban, amikor a polgármesterről, illetve a lelkészúrral is hát beszéltem, vagy tárgyaltunk, mondtam én, hogy van nekem itt egy pár olyan kazettán, amin talán hát vannak olyan felvételek, amik nem annyira publikusak. Na most itt az első felvételen a Ferenc Ferdinánd, vagyis a monarchia trón örököséről a legutolsó felvételeket fogjuk majd látni a meggyilkolása előtt. Akkor fiam, megkérdelek, hogy légy szíves, ezt az első kazettát akkor indítsd már el. Remélem, hogy a technika ördöge nem zavar meg bennünket, az elég kifogástalan, hogy működött, de is állítólag akkor vannak olyan feldolgozások is, amelyek szerint a monarchia 1914. július 28-án üzent adott Szerbiának, illetve második Miklós orosz fár július 30-án rendelt el az általános mozgósítást az osztrák-magyar monarchia ellen. Na most itt gyakorlatilag 14. július végén, augusztusában hát próbálkoztak még egy ilyen diplomáciai közvetítéssel, aminek nem lett értelme, ezt főleg az angolok próbálták. Ezek után egyértelművé vált, hogy elkerülhetetlen a két nagyhatalmi csoportosulás közötti fegyveres harc, tehát amit mondtam korábban, hogy az Antant, illetve hát a először Árma Szövetség, majd a központi hatalmak között. Igen. Na most itt gyakorlatilag ugye több frontról beszélhetünk, hogy a harcok először az osztrák-magyar monarchia Szerbia elleni harcával indultak meg, ez volt kezdetben ugye a szerb front vagy déli front, illetve miután megtörtént a hadüzenet Oroszországgal is, azután ugye kialakult ugye a keleti front, nyilván nem különösképpen magyarázom, ha csak valaki a térképen néz, akkor is látja, hogy az osztrák-magyar monarchia szempontjából nyilván a keleti front volt a meghatározó és döntő, hiszen Szerbia ugye egy kis ország volt, amelyik hát Oroszország mellett tulajdonképpen itt a harcok szempontjából nyilván csak másodlagos
szerepet játszhatott. Na most gyakorlatilag volt nekünk egy vezérkari főnökünk, aki úgy hívtak, hogy 56-ra győzi Konrád, aki az osztrák-magyar monarchiának a közös vezérkari főnöke volt, és ő már korábban javasolta az uralkodónak, hogy úgymond valamelyik ország ellen, és az ő foglalkozásában ez többek között Olaszország is volt, úgynevezett preventív, vagyis megelőző háborút kellene indítani, mert előbb-utóbb, úgymond majd az összes ellenséges országgal egyszerre kell harcolni a monarchiának, amit hát nem fogunk tudni elviselni. Na most a jövő bizonyos szempontból ezt a Konrádot igazolta, hiszen ugye volt egy olyan időszak, amikor az osztrák-magyar monarchia ugye három fronton is harcolt, ugye 15-ben az oroszok ellen, ugye a szervek ellen, illetve hát miután Olaszország is volt üzen, akkor ugye az olaszok ellen is. Na most a osztrák-magyar vezérkar úgy gondolta, hogy még mielőtt az oroszok elleni hát nagyobb támadási, nagyobb hadműveletek megkezdődnek, illetve úgy gondolták, hogy az orosz hadsereg ugye, hát lassabban tud mozgósítani és lassabban tudja előrevonni a hatalmas erőit, ez alatt gyakorlatilag egy gyors hadjáratban Szerbiát leverik, és utána tudnak helyen közel, ugye teljes mértékben az oroszokra hát koncentrálni. Na most itt azt is meg kell említeni, hogy tulajdonképpen ugye az osztrák-magyar monarchiának és Németországnak volt egy közös hajterve. Ezért mondtam már a legelején, hogy ez majdnem a lehetetlenséggel határos, hogy külön választani, mert ha teljes mértékben próbálkozik az ember külön választani, akkor ennek az egész első világháborúnak valamilyen szempontból a lényegét nem értjük meg. Tehát mi nem tudtam, hogy közös haditerv alapján működtek. A német hadsereg, ugye, Belgiumon köröztül támad ugye Franciaországra, rövid hadjáratban, úgynevezett villám hadjáratban a franciákat megverik, elfoglalja Párizst, addig az egész osztrák-magyar hadseregnek, illetve helyek közül a német hadsereg maradékának kell feltartóztatni ezt az úgynevezett orosz kolosszust, amit ugye már akkor is neveztek orosz gőzhengernek, ugye az első világháborúban is, meg aztán később, ugye a második világháborúban is. És miután a németek legyőzték a franciákat, akkor a nyugati hadszintéről ezeket a ottani német hadosztályokat, hadtestöket, tehát a német hadsereg túlnyomó döntő többségét átdobják keletre, ugye az oroszok ellen, és vagy együttes erővel legyőzik őket, vagy pedig hát Oroszországot abban a szituációban hát egy bizonyos fajta tárgyalásokra próbálják ébreteni. Na most ez volt a közös hadműveleti terv, ezért volt az, hogy a osztrák-magyar monarchia szinte teljes hadseregének, hogy az orosz fronton kellett volna először hogy védekezni, illetve föntartani az oroszokat. Na most a németek, hogy Belgiumon keresztül betörtek Franciaországba, egészen Párizsig jutottak el, ott Párizs előtt hát állították meg őket. Ez a szakirodalomban nagyon sok minden nem egyértelmű, hosszú évszázadokon keresztül ezt egy hatalmas nagy márnei csataként, ezt vereségként hát tanították, illetve említették. Most vannak már olyan profogások is, hogy hát úgymond egy döntetlen csata döntetlen előtt itt Párizs előtt, mert igaz, hogy a németek nem tudták elfoglalni, de gyakorlatilag ugye az egyesült angol, francia, illetve hát belga csapatok is helyek közel, hogy teljesen kimerültek.